A Magyar Unitárius Egyház kolozsvári gyűjtőlevéltárában vagyunk, és itt őrizzük Pákei Lajos kolozsvár főépítészének a hagyatékát, hagyatékának legnagyobb részét. Egy olyan helyszínen vagyunk, ami képviseli Pákei Lajosnak a nevét, akiről egy ideig sokat, aztán nagyon keveset beszéltek Kolozsváron, és most azt mondhatjuk, hogy újra felfedeztük. Ki is volt ez a Pákei Lajos? 1853-ban született itt a Veselényi utcai házban, és természetesen az Unitárius Kollégiumban végezte iskoláit. Itt a kollégiumban már hamar feltűnt rajztudásával. Olyannyira ügyesen rajzolt, hogy az elemi osztályuk rajztanítói tisztségét is rábízták, amikor végzős korában volt. 1872-ben tett érettségit a kollégiumban, és utána előtte volt a pályaválasztás kérdése. Budapestre ment, a fővárosba, és ottan a Királyi József Műegyetemen, amelyik egy évvel azelőtt kapta meg az egyetemi rangot, iratkozott be a mérnöki képzésre. Egy Pesten töltött év után úgy döntött, hogy átiratkozik a müncheni politechnikumba. Miután Münchenben elvégezte tanulmányait, azután Bécsbe ment át. Theophil von Hansennek lett a tanítványa, aki bevonta az éppen akkoriban épülő bécsi parlament építkezési munkáiba. Hansen a klasszicista épület építkezéseknek voltak szerelmese, mondhatni. Pályája elején Görögországban tartózkodott, és Athénban is maradandó műveket tervezett és emeltetett, úgyhogy Bécsben is ezt a csodálatos parlament épületet ebben a ókori görög klasszikus stílusban emelte. Ő volt a legfontosabb mestere Pákei Lajosnak. Tulajdonképp maradhatott volna továbbra is Bécsben, de egyrészt a családi helyzet olyan volt, hogy szükség volt itt egy erős férfi várra, aki a már idős édesanyja és a két boldogtalan házasságból szintén az édesanyja mellé kerülő testvére életét irányítsa, anyagilag támogassa őket. Másrészt pedig kapóra jött az is, hogy szülővárosában 1880-ban kiírták a főmérnöki állást. Jelentkezett, meg is kapta az állást, de az állás nem olyan feladatokkal járt, amire ő vágyott. Ekkoriban kezdődik egy mozgalom, főleg a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara berkeiből, de a kormány is ezt szorgalmazza, hogy szakipariskolákat létesítsenek a fontosabb városokban. Úgyhogy 1884 őszén jónak látta, ha lemond a főmérnöki állásról, és inkább a szakiskolában fejti ki tevékenységét, mert nyilván tisztában volt azzal, hogy a tanári munka mellett jóval több ideje adódik az építkezési tervezésekre, arra a munkára, ami neki tulajdonképpen szívügye volt. Ugye annak idején a szakmunkásokból úgy szintén nagyon kevés volt, akik olyan értői voltak az építészetnek, mind a műasztalostól a kőművesig. Na most ő ennek az igazgatója is volt, egy ideig a Iparművészeti Múzeumnak is az vezetője, és ezeket egységében látta.
tanította. Tehát ő nem külön iskolát, a városban működő, városért működő fiatal szakemberekben gondolkodott, még a diplomájukat is, ugye az oklevelet úgy rajzolja meg, hogy ott van Kolozsvárnak a sziluettje háttérben, és az illető fiatalnak a neve, aki elérte a műasztalos tudást, és az ő aláírásával szentesíti ezt az oklevelet. Gyakorlatilag az ő épületei, a mostani Malom utca két reprezentatív egyetemi korpusza, az egyik mint iparművészeti múzeum, a másik mint szakképző iskola. Ez az épület úgy volt elképzelve, hogy a frontján egy barokkos kupolás épület, a frontján legyenek a tantermek, legyen az iskolai rész, és akkor mint a T betűnek ugye a hosszú hátra nyúló szárnya a szamos irányába lett volna a múzeum két nagy terme. De hát csak pár évig szolgálhatott múzeumi teremként, mert az iskola úgy nőtt és terebélyesedett, hogy elfoglalta ezeket a termeket is, és a múzeumi anyagot be kellett csomagolni, és ládákban tartogatni addig, amíg Pákeinek sikerült alapokat előteremteni arra, hogy egy új múzeumépületet emeljenek. Ezt az új múzeumépületet is ugyancsak ő tervezte meg. Ez a Malomárok mellett, mondhatni szembe a régi épülettel, emelkedett fel 1902 és 1904 között. Pákei ebben mondhatni visszhangozta az új unitárius kollégium épületét. Az unitárius hitközségnek a tagjaként, hát ő a mostani János Zsigmond névre hallgató unitárius kollégiumot tervezi meg, szintén nyakkendős eklektikában pompás, klasszicizáló részletekkel. Ezt Bécsből hozza Kolozsvárra, és ha úgy tetszik, az a reneszánsza a Kolozsvárnak, amit nem tudott a török időkben felépíteni, ezekből a részletekből jön elő, vagy ismerhetjük meg az ókori technológiáját az építészetnek. Pákei egy közös előcsarnokból indítja az épület belső tereit. Ez egy nagyon jó sikerült megoldás, pár lépcsőn lép fel az ember az előcsarnokba, mindkét oldalán egy-egy emléktábla jelzi, hogy mikor és kiknek a közreműködésével emelték, kinek az uralkodása, kinek a püspöksége idején ezt az épületet. Utána két mellszobor következik, díszlépcső vezet fel az első emeletre, ott található a két szintet egybefogó díszterem, amelynek akkoriban karzata is volt, a földszintje pedig amfiteátrumszerűen van berendezve, szószékkel rendelkezik, ahonnan prédikálni lehetett, ugye elnökségi asztallal, körbe pedig az unitárius jeles személyiségek, a dombor műportré sorozata látható. Tehát egy olyan reprezentatív épületet hozott létre Pákei, amelyikre megint nem csak az egyház, hanem egész Kolozsvár büszke lehetett. Az 1890-es évek közepe táján felmerült az igény arra, hogy Kolozsvárnak szüksége van egy nagy európai mércével mérve is reprezentatív, kényelmes szálloda épületre. Ennek a megtervezését vállalta el Pákei,
Az épület 1895 végére fel is épült, és mondhatni remek mű lett. A New York szálloda az már egy barokkos, egész rokokóig elmenő, pompának örvendező szálloda, illetve vendéglő együttes, ott ez volt akkor a menő, ott is érezhetjük a klasszicizáló elemeit, amivel próbál überolni. Kolozsvár itt ismerte meg Pákeit, mint a városban élő egyik igen tekintélyes és tehetséges építészt. A korabeli szálloda, hát az valóságos csodaszámba ment, a kolozsváriak, de még a vidékiek, sőt a fővárosból érkezők is dicsimnuszokat zengtek erről a 110 szobás, kétemeletes, lifttel ellátott, díszes, kinyitható tetejű étteremmel rendelkező épületről, körbe pedig az utca fele kávéházi részlege is volt, és ez a kávéház lett rövidesen a kolozsvári művelődési, irodalmi életnek a központja. Írók, költők fordultak itt meg, legyen az akár Ady Endre, akár Móri Zsigmond, ha Kolozsvárra jött, akkor biztos ellátogatott a New York kávéházba, hogy elnevezték. Persze a kolozsváriak nem nagyon tudták kiejteni ezt a New York szót angolosan, úgyhogy Nyehónak emlegették az épületet. Amit most hát beburkoltak az állások, és reméljük, hogy mögötte azért mégiscsak elindult egy restaurálási terv, de annak a milliójére még sok odafigyelés szükséges, gondolok a főtérre és annak a sétálóövezet kialakítására. Millennium táján folyt a sétatér kialakítása, mondjuk úgy parkszerű berendezésének a véglegesítése, és ehhez is Pákei Lajos segítségét igényelték, úgyhogy ő tervezte meg, mint a tó melletti csónakházat, mint egykor kiosznak is nevezték, mint pedig a díszes kaszinó épületet, amelyik Sanssouci palota némely megoldását visszhangozza. Ő alaprajzilag spekulál, hogy most vajon nyugatról vagy keletről legyen a főbejárat, mai napig megvan mind a két bejárata, de hogy nyomon lehet követni a skiccein, hogy még a századforduló etikettjének megfelelően a hölgyel, ahogy bejön az úr, akkor a középszalon, és akkor ugye a hölgy van mindig az úrnak a jobb oldalán, akkor ő elmegy a női szalomba, a férfiak a férfi szalomba, és akkor ez nem mindegy, hogy hol van a főbejárat, mert akkor megfordul a női és a férfi szalonnak a helyszíne. És ehhez igazította a már korábban megtervezett szökőkút elhelyezését is, sőt, ennek tengelyébe épült aztán a zenepavilon, ahol nyári délutánokon katonazenekar játszott, és itt sétált akkor Kolozsvár színe java esténként a meleg időszakban. Egy nagy parkot talált ki, ami hiánycikk volt a századfordulóra Kolozsváron, és ő meg egy olyan építész volt, aki ezt megtanulta Bécsbe, hogy hogyan kell nagyvárosban gondolkodni, és amikor ő visszajön szülővárosába a 19. század második felében,
Lehet, hogy akkor még nem teljesen tudatosan, hogy mit vállal magára, de utána nagyon gyorsan fölpördültek az évek, és teljesítenie kellett egy új fővárost. Tehát egy olyan osztrák-magyar monarchiában kellett első főépítészeként teljesítenie Kolozsváron, ahol a feladat Erdély fővárosának kialakítása. És egy aránylag szerény középkori magra épülő városközpontban kellett nagyot teljesítsen. Megörökölt egy nagyon monumentális Szent Mihály templomot, már az új neogot tornyával is sáfárkodhatott, de hiányzott a tér. És számára a térnek az újraalakítása egy olyan nagyvonalú központtá tudta ott is átalakítani a Kolozsvár főterét, hogy eltűntek a kereskedői bódék, kiszabadította, ha úgy tetszik, a templom körüli hajdani temetőt, és egybe olvasztotta szintén egy parkos ötlettel Mátyás lovasszobrával együtt egy nagyvonalú monumentális térre alakította. Egy átépítés mindig grombolással kezdődik, mert hogy új helyszíneket kell teremteni az új épületeknek. Azokat a köveket, amiket kibont, hát elgondolhatjuk, hogy nem hagyta magára a kivitelező, nem az döntötte el, hogy most a sitre viszi a köveket, hanem igen, Pákai összegyűjtötte, egyik másikat a saját villájába beleépítette, ezzel képviselve a kontinuitást, ha tetszik, hogy az eklektika befogadja az értékeket. A Majáris utcai Pákei villa az egy valóságos kőtárrá vált, mert az ablakaihoz, ajtóihoz mind 1500-as, 600-as évekből való ablak és ajtó kereteket épített be, régi építkezések korára jellemző latin feliratokkal, amelyek bölcsességről tesznek tanúságot. Az egyik legpompásabb villanegyedében, villájában egy saját múzeumot épít a köveknek. A másik, a legtöbbjét tulajdonképpen a jövendőbeli Erdély Múzeum Egyesületnek lesz a lapidáriumi alapköve, és hát mai napig ennek köszönhetően a Történelmi Múzeumban a legtöbb épített kőfaragvány Pákainek köszönhetően van jelen, és gyűjteményben. Tehát egy hihetetlenül kultúrember volt, azon kívül, hogy építész urbanista, nem akarta megszüntetni a történelmet, hanem minden kis részletére odafigyelve, hanem a helyszínen, akkor egy múzeumi környezetbe átköltöztetve vitte tovább azokat az értékeket, amiket ő fontosnak látott. Kolozsvárt Pákeinek nem csak épületei vannak, hanem két gyönyörű emléktáblát is ő tervezett, és két szobortalapzatot. A leghíresebb szobortalapzata viszont Pákeinek az a Mátyás király szobortalapzat, és valószínűleg Fadrusz, mint Kolozsvár legjobb építészét, felkérte Pákei Lajost, hogy tervezze meg a készítendő szobor talapzatát. Fadrusz összebarátkozott olyannyira Pákeivel, hogy az ő naphegyi villáját és műtermét is Pákeivel terveztette meg. A műterem egy olyan kétszintes épület lett, amelynek a hátsó részében volt a tulajdonképpeni műhely, és itt egy Mátyás lovas szobor is
elfér, tehát egy magas helység kellett, hogy legyen. Sajnos a II. Világháborúban ezt az épületet bomba találat érte, és végül lebontották, csak kép maradt fenn róla. A továbbiakban már egyre több megrendelést kapott Pákei, egyrészt vidéki, unitárius, de nem csak unitárius, hanem katolikus templomok megtervezésére, udvarházak terveit készítette el, a mezőzáhi ugronkastély az kifejezetten egy jellegzetes vidéki épület, főúri család épülete. Úgyhogy ettől fogva azt lehet mondani, hogy Erdélynek az egyik legkiemelkedőbb építészeként tartják számon. Pákei Lajos templom tervei, ugye mindegyik egy egyedi építkezéshez vezetett, talán a legpompásabb a bölöni unitárius templomnak a terve. Ez egy nagy kupolás épület, egy templom vár falai közé kellett beépíteni. A századforduló egyik legsikeresebb templom építkezésének tartják. De itt azt érezheti az ember, hogy itt meg egy olyan hitvilágban él, ahol ezt az egységesítő, központi térben gondolkodó építész überolni akarja a teljes történelmet, klasszicizáló hangnemben. Valószínűleg az udvarhelyi unitárius templom az jobban illeszkedik a millióéhez, de mindenhol ezt érezhetjük, hogy ő teljesíteni akart az egyházzal szemben is, önmagával szemben, a Bécsben tanult eklektikus építészeti tudását megpróbálta mindenhol elhinteni. Mindezek az építkezések ugye az első világháború kitöréséig tartanak. Az utolsó években már főleg a tervezési munkának él Pákei. Az első világháborúval mondhatni megszakadnak az építkezések. Még egy utolsó terve a Székely-Keresztúri Unitárius Gimnáziumnak az egyemeletes U alakú terve, amelyik már a világháború kitörése után kap végleges formát, az 1914 őszén avatják fel. És van neki sok meg nem valósult terve is, például a város vigadója, ami a hajdani, a mostani Redut. Ott ő egy olyan koncertteremben gondolkodik, ami egyértelműen rendhagyó urbanisztikai megoldásokat produkál, emeleti nagy teremmel, úgy látszik nem volt rá elég büzsé, a hátsó kis utcában pedig a város konzervatóriuma kellett volna működjön, tehát ha nem is nagy a telek, de a funkció, ahogy ő azt kigondolja, nagyon is komplex és bonyolult, és nagyon is kulturált. A Bajális utcai villában érte a tüdőgyulladás, amelyik pár nap alatt elvitte. Világháborús utáni időszak volt 1921, szinte észre se vették a nagy emberek elmúltát, úgyhogy alig-alig emlékeztek meg a haláláról, de azért innen az általa tervezett unitárius kollégium előcsarnokából kísérték ki a házsongárdi temetőbe, ahol édesapja sírjába temették el. Sírjára
az egyik általa alapozáskor kiásott római kori kőszarkofágnak a keretét helyezték, és arra van mindmáig felírva Pákei édesapjának és a saját magának a neve. Hogy Pákeinek egyértelműen, mint első főépítésze a városnak egy utcát, egy teret jó nyugodtan elnevezhetnénk, miért ne akár a Belmagyar utca, most ugye a Forradalom utcája, ott van az Unitárius kollégium, Unitárius templom, stb. Tehát miért ne lehetne az a Belmagyar Pákei Lajos utcája?